Nagy mennyiségű kormot távolított el a szakember a színház egyik kéményéből. Ha ilyen komoly szennyeződés nem is jellemző a családi házaknál, a berendezés vagy a kémény működését bármi befolyásolhatja, mondta 35 perc című műsorunkban a megyei katasztrófa védelem tűzoltósági főfelügyelője. A tűzelőfűtő berendezés az ott van, oda kapcsolódik a kémény, vagy ahogy mi hívjuk, égéstermékelvezető, tehát ez egy komplex rendszer, és a kémények vonatkozásában is, mondjuk nyári időszakban is történhettek olyan változások, amelyek befolyásolják a megfelelő működést. Gondoljunk arra, hogy beesett egy tégla, a vakolat leúhat, madarak költözhetnek be, madarak hoznak oda valamilyen külső tárgyat, eszközt, méhek költöztek be. Ezek mind-mind csökkenthetik a megfelelő működést, csökkenthetik a kültő keresztmetszetet, a hatékony légáramlási viszonyokat befolyásolva ezzel a kémény működését. Néhány éve már a katasztrófa védelem végzi a kémények és fűtőberendezések átvizsgálását. Fontos tudni, hogy csak a több lakásos társasházaknál kötelező az ellenőrzés. A családi házak esetében a tulajdonosoknak kell kérni a vizsgálatot a tűzoltóktól. Magánszemélyek vonatkozásában erősen ajánlott az, hogy a kéményeket időszakonként szakemberrel ellenőriztessük. Komoly változás az, hogy magánszemélyek esetében a társasház, illetve az egyszemélyes, mondjuk úgy családi ház, egy lakásos épületek vonatkozásában húzni kell egy határt. A társasházak vonatkozásában megmaradt a hagyományos sormunka, kéményseprő érkezik, kiértesíti az ott lakót, jönnek, megcsinálják. Egy lakásos épületek esetében, családi házak vonatkozásában viszont a tulajdonos üzemeltetőnek kell fölkeresni a kéményseprőket. Ez több csatornán is lehetséges, mai világ, ugye e-mail, aztán telefon, de akár személyes kapcsolatfelvétel útján is, és akkor az egyeztetett időpontban történik meg majd a kémények ellenőrzése, tisztítása, hiszen több esetben lerakódhat olyan mennyiségű égéstermék a kémények falazatában, amely majd kéménytűzhöz is vezethet, és ezek tisztítása útján ez a probléma megoldható. A magánszemélyek a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Itt egyeztethetnek időpontot a szakemberekkel.